nem teszi lehetővé a jogalkotó. Tehát itt nem kicsi részletszabályról van szó, hanem konkrétan arról, hogy amennyiben az ajánlattevő kiválasztásában valaki őt beajánlja, ezt kelljen nyilvánosságra hozni, ennek legyen követelménye. A következő a 311-es, amely a másik nagyon sarkalatos pont, a egyes ajánlat kérők szabad módszerének az alkalmazása. Ez az a pont, amely megpróbálná kiszűrni azt az aggályt, amit megint csak az általános vitában is már jeleztünk, nem csak mi, hanem több képviselő úr, hogy ettől, hogy az ajánlatkérők a törvény keretei között szabadon határozhatják meg az eljárási rendjüket, nem egyszerűbb lett, hanem bonyolultabb lett. Tehát ezzel a módosító indítvánnyal, amit 311-esben a Schering Gábor és Schiffer András képviselők jeleznek, ez a módszer kiküszöbölhető, és meg vagyok győződve arról, hogy ez lényegesen segíti azt, hogy a közbeszerzési eljárásokba ne lehessen különleges mutyikat beépíteni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Ismételt felszólalásra megadom a szót Apáth Istvánnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, folytatnám a 66., 76., 103., 107., 179. számú ajánlási pontokkal. Rögtön ugye kezdeném akkor a 66-kal, hát ez volt az, amiről az előbb beszéltem, hogy kapcsolódó módosító indítvány formájában talán még életet lehet lehelni ebbe a javaslatba, és ezt a nemzeti együttműködés, illetőleg az ennek keretében megnyilvánuló mérhetetlen nagy lelkűség legbiztosabb megnyilvánulásaként talán még a Jobbik részéről is fogadja a kormánytöbbség. Itt ugyanis egy nagyon fontos, szinte alapelvet szeretnénk kimondani, amely eddig nem volt benne a normaszövegben, amelyet eddig vagy alkalmaztak, vagy nem, vagy betartottak, vagy nem. Nevezetesen ez a döntéshozatal és döntés előkészítési funkciók tiszta, világos és egyértelmű külön választása, ugyanis eddig közbeszerzési szabályozata válogatta, hogy ketté választották ezeket a nagyon lényeges hatásköröket, avagy nem, és rengeteg példa volt arra, uniós projektek esetében is több esetben támogató hatóságok, közreműködő szervezetek fölhívták ennek az ellentmondásosságára a figyelmet, csak mindez eddig idáig süket fülekre talált, hogy nonsensnek tartják azt, és ebben nekik teljesen igazuk volt, hogy például egy önkormányzat ajánlatkérő esetében a bíráló bizottság tagja lehet, képviselőtestület tagja, bizottság elnöke, polgármester vagy éppen alpolgármester is, hiszen valóban elképesztő az, hogy mondjuk egy kora délután megtartott bíráló bizottsági ülésen döntéselőként mondjuk egy képviselő, egy helyi önkormányzati képviselő szerepel, mondjuk az este kezdődő képviselőtestület ülésen pedig ő is megszavazza azt a döntést, amelyet ő maga készített elő, vagy amelynek az előkészítésében ő maga személyesen is részt vett. És hát természetesen voltak olyan ajánlatkérők, akik ettől függetlenül átláttak, aztán felismerték a problémát, és kezdettől fogva a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének is eleget téve ketté választották ezt a két funkciót, de nagyon sok esetben nem csak éltek, hanem leginkább visszaéltek ezzel a lehetőséggel, azzal, hogy ennek a kimondása idáig elmaradt a közbeszerzési törvényben. Éppen ezért szeretnénk ezt belevenni. Az önkormányzati bizottság ülésen a államtitkár úr kifejezte jó szándékát, támogató szándékát, mely szerint ez javaslat valóban jó irányba halad. Megjegyzem, nem csak ez, hanem az összes jobbikos javaslat jó irányba haladt volna, csak valamiért ezt az egyet tartották elfogadásra érdemesnek. És természetesen eltárban kapcsolódó módosító indítványunkat már be is nyújtottuk. Nagyon reméljük, hogy elfogadják, ráadásul megfelelően körülbástyázva a tanácskozási jog, a szavazati jog különbségének megjelenítésével nyújtottuk be mindezt. Nagyon remélem, hogy állják a szavukat, tartják magukat az ígéretükhöz, és ezt át fogják majd engedni. A 76. a központosított közbeszerzési rendszerről szól, vagy azzal kapcsolatos, hát úgy látszik, hogy nem akarják elhinni, hogy a központosított közbeszerzés rendszerén keresztül történő beszerzés eddig még soha semmilyen megtakarítást nem eredményezett, eddig csak mértéktelen árdrágításokat
lehetett realizálni ezen, az áruk beszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében. Tehát akár még egy 1000 fő alatti település is sokkal jobban járt, hogyha saját maga szerezte be, vagy mondjuk a kistérségi társuláson keresztül bonyolította le közbeszerzési eljárásait, akkor is jóval olcsóbban juthat hozzá szolgáltatásokhoz, vagy különböző áruféleségekhez. Ennek ellenére önök minden érvelésünket félretéve, minden figyelmen kívül hagyva, az 1000 lélekszám alatti települések esetében kormány által elrendelhető módon kötelezővé akarják tenni a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül történő beszerzéseket, amely egyrészt súlyosan sérti a települések önállóságát, szabad döntéshozatali jogát, másrészt nem, hogy megtakarítás nem hozza, sokkal többbe fog így kerülni minden kész szerencse, hogy építési beruházásokat jellegükből adódóan nem lehet központosított rendszeren keresztül beszerezni. Ugyanakkor ez már egy súlyos előképe annak, amit egyébként a kivétel az általános eljárási rend kivételi szabályonál is láttunk, mely szerint az uniós értékhatárt előre vagy meghaladó beszerzések esetén a közoktatás intézmény fenntartó jog vonatkozásában nem szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Itt az újabb közbeszerzés oldalról megindított falurombolás, mely szerint az 1000 fő lélekszám alatti települések esetében gyakorlatilag, mint egy közbeszerzési gyámság alá vennék ezeket a településeket. A módosító javaslatunk mindössze arra vonatkozott, hogy kérdezzük már meg erről a képviselőtestületet is, és amennyiben az adott település képviselőtestületehez hozzájárul, hogy természetesen semmi akadálya a központosított rendszeren keresztül történő beszerzésnek, de hogyha ilyen hozzájárulást a testület nem ad, akkor a kormány erre felülről ne kötelezze ezeket a testületeket. Ez egy teljesen egészséges, normális, demokratikus javaslat volt, amelyet egyébként szintén indoklás nélkül utasítottak el. Elismerjük azt, hogy adott esetben ennek helye van, hiszen egy kis település óriási terhet ró, hogy egy közbeszerzés eljárás lebonyolítása, nem egy esetben szakember hiányal is küzdködhetnek, de bízzuk ezt a településekre, bízzuk ezt a polgármesterekre, bízzuk ezt a képviselőtestületekre, ne felülről Budapestről akarják nekik megmondani, hogy mit akarnak, vagy mit nem akarnak, mi az ő érdekük, és biztos vagyok benne, hogy be fogják látni a képességeik, lehetőségeik, határait, korlátait, és amennyiben ők jónak látják, akkor önként csatlakoznak ehhez. És innentől kezdve már csak egy tolvonás, egy politikai akarat kérdés, hogy ezt a határt mikor kezdik majd felemelni, a 2000, 3000, 5000 és isen tudja hány ezer lélekszám alatti települések esetében. Tehát innentől kezdve attól tartunk, hogy nem lesz megállás. És a 103. ajánlási pontot még csak annyit fűznék hozzá, egyébként több ilyen jellegű javaslatot is benyújtottam a határidők számításával kapcsolatosan. Hát nem tudják eldönteni a naptári napok vagy a munkanapok szerinti határidő számítást. A KET esetében nagyon nagyszerűen lerendeztük már ezt, visszatértünk a naptári napok szerinti határidő számításhoz. Itt ennek a két számítási módszernek a keveredését látjuk. Ezt szeretnék helyre tenni, de ezt is külön indoklás nélkül, mindenféle érvelés nélkül elutasították. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. 6 perces időkeretben Seyring Gábor, LMP-s képviselői a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bízom benne, hogy ebbe a 6 percben most már a maradék javaslatom is bele fog férni. A kis és közepes vállalkozások szempontjából mindenképpen szeretném kiemelni azt a javaslatunkat, hogy előzetes közbeszerzési tervet kelljen minden közbeszerzési körbe tartozó intézménynek készíteni. Ez borzasztóan fontos abban a szempontból, hogy előre tudjanak készülni a helyi mikrovállalkozások is az ajánlattételre. Számukra ez a lehetőség, hogy egy adott évre előre látják a vonatkozó beszerzéseket, ez egy nagyfokú könnyebbséget jelent, pontosan azért, mert kisvállalkozások, mikrovállalkozások számukra nagy nehézség lehet a pályázás. Hogyha előre tudnak kalkulálni, előre tudnak tervezni, az egy nagy könnyebbség számukra. Azt gondolom, hogy ez nem jelent egy túlzott nagy többletterhet az önkormányzatokra, állami hivatalokra, viszont a kis és közepes vállalkozásoknak, mikrovállalkozásoknak ez egy nagy könnyebbséget jelenthet. Szeretném kiemelni azt a 171-es ajánlási pontot, amelyik egy egészen értetetlen módosításra reagál a részünkről. Nem nagyon látjuk azt, hogy miért volt szükség arra, hogy az új közbeszerzési törvény azt a meglehetősen fontos vívmány teljes egészében a kukába hajítsa, mely a fogyatékosoknak az igényeiről szól, arról szól, hogy a fogyatékosok igényeire a közbeszerzések során reagálni kelljen. Egészen elképesztően tartjuk, hogy ez a kötelezettség a kormánynak kikerült az új közbeszerzési törvényből,
és részben a fogyatékosokra vonatkozó kötelezettségeket szeretnénk újra visszapakolni a közbeszerzési törvénybe, másfelől pedig egy újabb szempontot emelnénk be, ez pedig a fenntarthatóságnak a szempontja, amelyet szintén kötelezővé tennénk, mint figyelembe vendő szempont a közbeszerzési műszaki követelmények meghatározása során. Azt gondolom, hogy ha már a zöld közbeszerzések megvalósítása várat is magára, legalább egy ilyen apró lépést azt meg lehetne tenni a műszaki követelmények során, figyelembe vetetni kötelezően a fenntarthatóság szempontját. Kiemelném szintén a vállalkozások érdekét szolgáló 210-es ajánlási pontunkat, amely a hiánypótlásokkal kapcsolatos visszaéléseket hivatott felszámolni. Ugye nagyon gyakori az, hogy a hiánypótlással csuklóztatják gyakorlatilag a cégeket, és azok a cégek, amelyek nem hiánypótolnak időben, azokat a cégeket gyakran indokolatlanul zárják ki a közbeszerzési eljárásból. Mi ezt a területet szabályoznánk újra. Borzasztóan fontosnak tartom a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás körének a pontosítását. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az gyakorlatilag egy teljesen minimálisra csökkentett közbeszerzési eljárás, és ahhoz, hogy ilyen mértékben csökkentsük az átláthatóságot, a nyilvános ellenőrzést, ehhez mindenképpen részletes szabályok kellenek, mindenképpen részletes indoklás kell ahhoz, hogy ezt megtehesse az ajánlatkérő. Ezért teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a korábbi szabályozást, mely pontosan meghatározta azokat a feltételeket, melyek esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet lefolytatni, ezeket a feltételeket, részletesen szabályozott feltételeket önök kidobták, mi ezeket mindenképpen visszatennénk a közbeszerzési törvénybe. Ugye a műszaki technikai sajátosságok, művészeti szempontok, kizárólagos jogok védelme, előre nem látható körülmények miatti beszerzések, és a többi, ezek lennének azok a konkrét feltételek, amelyekre mindenképpen hivatkozni kellene. Köszönöm szépen Göndör képviselőtársamnak, hogy a 311-es ajánlási pontot részletesen bemutatta. Valóban itt egy egyszerűsítést javaslunk. És akkor még két pontot emelnék ki, ebből az egyik a 319-321, amelyik az értékhatárokra vonatkozik. Itt most önök egy újabb értékhatár emelést javasolnának az építési beruházások esetében, 150 millió forintra emelnék a közbeszerzési eljárás, tehát ez egy indokolatlanul magas értékhatár, ami nem kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Mi ezt semmiképpen sem tartjuk elfogadhatónak, ezért nyújtottunk be egy módosító javaslatot ehhez a ponthoz. És akkor talán az egyik legfontosabb javaslatunk, amit majd még egyszer be fogunk nyújtani, hogyha nem menne át, majd egy külön önálló törvénycsomag keretében talán, az a 359. ajánlási pont, ahol egy meglehetősen határozott eszközt adnánk a jogalkotó kezébe és a kormányzat kezébe, arra nézvést, hogy a közbeszerzések kapcsán fennálló lánctartozás problémát egyszer mindenkorra megoldjuk. Ez a 359. ajánlási pont a kiíró felelősségét és érdekeltségét rögzíteni a tekintetben, hogy ő legyen érdekelté téve abban, hogy csak és kizárólag azokat a közbeszerzési projektumokat, beruházásokat vegye át, vegyesse birtokba, amelyek esetében minden alvállalkozó ki van fizetve, és csak akkor vesse át, hogyha a fővállalkozók nyilatkoztak arról, hogy az ajánlatkérő számára, hogy valóban ki vannak fizetve az alvállalkozók. Ez egy borzasztóan nagy probléma, az alvállalkozók kifizetetlensége. Mi ezt ezzel a viszonylag egyszerű javaslattal úgy kívánnánk orvosolni, hogy magának az ajánlatkérőnek legyen egy érdekeltsége abban, hogy a fővállalkozó ne terhelhesse át az alvállalkozókra az amúgy alacsonyabb ár szinten megtett ajánlatával járó többletköltségeket. Ezt egy borzasztóan fontos ajánlatnak, a módosítási javaslatnak gondolom, amit mindenképpen a figyelmükbe ajánlanék, és akkor, hogyha még itt a túlfutásra van egy utolsó lehetőségem, akkor a 376-os pontra felhívnám még a figyelmüket. Jó, tartjuk a közbeszerzési hatóság
létrehozását. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pont a közbeszerzések esetében, ahol a közbeszerzések legnagyobb volumene az a kormánynak hierarchikus alárendeltségben működő költségvetési szervek folytatják le, pont itt tartom teljesen indokatlannak azt, hogy gyakorlatilag egy az egybe a kormány alá rendelik a közbeszerzési hatóságot, itt teljesen egymásra csúsznak az érdekeltségi körök, így a korrupciónak a melegágyát jelentheti ez újra, ezért mindenképpen javaslom, hogy vonják ki a kormány hatája alól a közbeszerzési hatóságot. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úr felszólalása következik. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, folytatnám a 107., 122., 130., 147. és 179. ajánlási pontokkal. A 107. a 179. összefüggésében vesézném ki, ugyanis itt arról szól, hogy mind a két oldalról pénzt szeretne hagyni a Jobbik Magyarországért mozgalom az ajánlatkérők zsebében, egyrészt megtakarítás formájában, másrészt pedig törvényes, legális plusz bevétel formájában. A 107. ajánlási pont különösen a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, vagy mostani kifejezésé lejve a kedvezményezett kistérségekben lévő meghatározott ajánlatkérői körre vonatkozna, nevezetesen a külön jogszabályban meghatározott, megjelölt, kedvezményezett kistérségben lévő 10 000 lélekszám alatti önkormányzati ajánlatkérőkre, helyi önkormányzatokra, ezek társulásaira, valamint mindezek költségvetési szerveire vonatkozna, ugyanis az ellenőrzési díjak az utóbbi években szinte már elviselhetetlen terheket, többletkiadásokat jelentettek az önkormányzatok számára, és egyébként ez volt talán az egyetlen jobbikos módosító javaslat, amely tavaly nyári átfogó módosítás során átment, és maga fognagy államtitkár úr is támogatta, és ennek megfelelően egyébként a végszavazáson is keresztül ment, ezt nagy lelkesedéssel, nagy örömmel fogadták az ország legszegényebb térségében lévő önkormányzatok, hiszen ilyen módon 50%-os mértékű ellenőrzési díjkedvezményhez jutottak, magyarán mondva a különböző hirdetmények feladása esetén, amely még egy viszonylag könnyebb, átlátható bejárás esetében is több 100 000 forintra, akár 4-500 000 forintra rúgott, a egyébként fizetendő összeg felét képesek voltak ilyen módon megtakarítani. Ezt akartam átemelni a most elfogadás előtt álló közbeszerzési törvénybe, és természetesen nem csak az általános szabályok között, hanem a nemzeti eljárási rend szabályozásánál is. Ismeretlen okból kifolyólag nem tartották támogathatónak, illetőleg jelezték, hogy meg kormányrendeleti szinten kívánják ezt szabályozni. Hát nem hiszem, hogy ördögtől való lenne, hogy egy ilyen fontos szabályt törvényi szinten jelenítenénk meg, illetőleg a ellenzéknek legalább erre valami ráhatása mégiscsak lenne, még a kormány rendeleti szintű szabályozásra még annyi ráhatásunk sincs, mint egyébként a különböző törvények elfogadására. És rögtön ehhez kapcsolódik a 179. számú ajánlási pont, amikor is ugye arról szólna a történet, hogy a dokumentációs díjakban mely költségeket lehet belekalkulálni. Régi probléma, rengeteg jogvitára adott okot sajnálatos módon, hogy az ajánlatkérők sokszor saját kényük kedvük szerint mindenfajta igazodási pont nélkül határoztak meg dokumentációs díjakat, néhány ezer forinttól adott esetben több millió forintos összegig. Szóval nem volt világos, a törvényben nem volt megállapítható, hogy pontosan mit lehet ebbe beleszámítani. A legtöbben ezért irreálisan alacsony dokumentációs díjakat írtak elő, hiszen úgy vélték, hogy csak az előállítással kapcsolatos fénymásolási, sokszorosítási költségek, a nyersanyag megvásárlásának a költségei tartoznak ebbe bele, holott álláspontunk szerint ez egy abszolút téves álláspont, hiszen ebbe beletartoznak azok a szakértői tanácsadói díjak is, amelyek közvetlenül a dokumentáció előállításával összefüggésben merültek fel, éppen ezért ezek részbeni vagy egészben történő megjelenítése a dokumentációs díj képzésben teljes mértékben indokolt, és így módon egy komoly bevételt realizálhatnának ezek az ajánlatkérők, és nyilván nem nyerészkedési, tisztességtelen profitszerzési szándékkal, hanem pusztán csak a jogosan és indokoltan és igazoltan felmerült költségeik erejéig terjedhetne mindez. Sajnos azonban ezt sem fogadták el. Mint ahogy folytathatnám a 122. ajánlási ponttal, a közbeszerzési terv elkészítésének a határidejét teljesen érthetetlen, értelmetlen módon március 31-ében kívánják meghatározni. Ott ez egy jó bejáratott jogintézmény volt, talán az egyik legelfogadottabb a több éve hatályban lévő
és még december 31-ig hatályba lévő közbeszerzési törvényben mindenki megszokta már azt, hogy április 15-ig kell az éves összesített közbeszerzési tervet elkészítenie. Ehelyett önök egy ismeretlen eredetű gondolattól vezérelve most úgy gondolták, hogy ezt március 31-ében határozzák meg, és megjegyzem, még fideszes módosító indítványt sem fogadtak el, amely legalább az önkormányzatok esetében a költségvetés elfogadásától számított 30 napon belül írta volna először a kötelezettséget. Véleményem szerint itt a jót már nem kell megjavítani, tehát nyugodtan maradhatnánk az április 15-i határidőben. Aztán a 130-i igazából csak példálózó jelleggel hagytam meg, illetőleg tartók említése érdemesnek, hiszen ez is jelzi azt, hogy mennyire zsigerből utasítják el az ellenzék és különösen Jobbik Magyarországért mozgalom módosító javaslatait, hiszen itt egy olyan egyetlen jogszabályban sem felelhető szövegrészt találtam, mely szerint hiteles fordítás helyett felelős fordításról beszéltek. Hát ilyet még az öreganyám se hallott, hogy felelős fordítás lenne bármelyik törvényben, vagy alacsonyabb szintű jogszabályban. Nyilvánvaló hiteles fordítás, hiteles magyar nyelvű fordítás a megfelelő megfogalmazás. De önöket ez nem zavarta, marad egy teljesen ismeretlen, egy idegen eredetű, egy idegen testként beékelődő fogalom, amelynek természetesen az értelmező rendelkezésekben sem magyaráznak meg. És a 147. ajánlási pont már ettől sokkal fontosabb, hiszen itt ugye arról van szó, és jelezném elnök úrnak, hogy az egyperces hosszabbítás lehetőségével élni kívánok, hogy amennyiben az ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be, és ezt a támogatási igényt elutasítják, hogy csökkentett mértékű támogatást állapítanak meg, abban az esetben ezt úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatkérő a szerződés megkötésére és teljesítésére alkalmatlaná vagy képtelenné vált, és így módon ez egyfajta elállást jelent a közbeszerzési eljárástól. Óriási veszélyek rejlenek ebben. Abban egyetértünk, hogyha a támogatásra irányuló igényt elutasítják, akkor valóban a közbeszerzések döntő többsége kútbe esik, nem lehet megvalósítani, ez tehát rendben van. De hogyha azzal a megfogalmazással hagyjuk benne a törvény szövegeiből, hogy a csökkentett összegű támogatás is ugyanide vezet, akkor óriási hibát követünk el, hiszen adott esetben az 1 forinttal, 500 forinttal, 1000 forinttal, vagy egy csekély jelentéktelen összeggel kisebb, vagy csökkentett mértékben megállapított támogatás is oda vezet, hogy nagyon fontos projekt nem tud megvalósulni, vagy csak jelentős késedelemmel tudja az ajánlatkérő mindezt megvalósítani. Ezért javasoltuk azt, hogy legalább egy 10%-kal csökkentett mértékű támogatás legyen csak az oka az ajánlatkérő szerződés teljesítésére való alkalmatlansága kimondásának, hiszen ezáltal meghatároztunk egy olyan minimum határt, amelyet talán még a kevésbé kedvező helyzetben lévő ajánlatkörök is tudnak tartani, és ne essünk el emiatt értékes projektnek megvalósításától, és ne hagyjunk kárba veszni munkáják tömegét csak azért, mert egy pontatlan, hebehúrja, oda nem élő megfogalmazás maradt benne a törvénybe. Hát nagyon remélem, hogy legalább ezt még megfontolásra érdemesnek tartják. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Igen. Apát István, képviselő úr, Jobbik. Igen, hát nagyon hosszú a törvényjavaslat szövege, éppen miatt kellett ismét gombot nyomnom. A 232., 252., 324. és 326. ajánlási pontokhoz szeretnék néhány szót szólni. Rögtön a 232. az irreális ajánlat elemhez kapcsolódik. Teljesen felesleges volt egyébként új fogalmakat bevezetni. A kirívón alacsony, vagy a magas ellenszolgáltatás, vagy a kirívón aránytalan ajánlati elem kifejezés sokkal inkább ide illene, mint ez a elég pongyola megfogalmazás, hogy irreális ajánlati elem. De még ezen is túltesznek akkor, amikor vizsgálat tárgyává teszik, és hogy mely szabályok szerint teszik vizsgálat tárgyává az irreális ajánlati elemeket. Hát addig rendben van, hogy attól az ajánlattevőtől, vagy gazdasági szereplőtől, nevezzük úgy, ahogy akarjuk, most teljesen mindegy, kérünk be adatokat, magyarázatot arra, hogy miért olyan ajánlati árat helyezett el az ajánlatában, vagy egyéb billáti szempontok szerint miért tett olyan ajánlatot, amilyet, ennek ebben a forrában teljes mértékben helye van. Na, de annak, hogy a többi ajánlattevőt is adott esetben arra kötelezhetjük, vagy legalábbis az ajánlatkérőnek kifejezetten erre fejlődjük a figyelmét, jogosultságot biztosítunk számára, hogy olyan ajánlattevőktől is kérjen adatokat, akik egyébként abszolút reális ajánlati elemeket jeleníthettek meg az ajánlatukban, az teljes mértékben felesleges és nonsens és indoklantan terheket ró a tisztességesen eljáró ajánlattevőkre. Tehát egyrészt ezeket az adatokat a beárazott költségvetésben, a reális ajánlatot tartalmazó ajánlati dokumentációban már felelheti saját magától is az ajánlatkerül, ha alapos vizsgálatot végez. Teljesen felesleges, tehát ilyen erdőbe fát vinni alapon még plusz magyarázatot kérni tőlük. Másrészt pedig nyilvánvaló tisztességtelen azokkal szemben, akik helyből korrekt
módon tesznek ajánlatokat. Aztán a 252-es szám ajánlat, pont az írásbeli összegezéssel összefüggésben. Nyilvánvaló, hogy sokkal észszerűbb az írásbeli összegezés készhezvételétől számítani jogorvoslat és egyéb jellegű határidőket, mint sem annak megküldésétől. Ez ugyanakkor nem hatotta meg önöket, úgy gondolták, hogy ha már egyszer így belekerült, hogy Isten tudja milyen gondolattól vezérelve valaki ezt tartja jónak, akkor ezzel nem kell változtatni, holott talán már elsőben sok hallgatónak is feltűnik az, hogy lényegesen észszerűbb, reálisabb és igazságosabb, hogyha a készhez vételtől számítunk, és általában egyébként a különböző eljárási szabályokban, eljárási jellegű törvényekben vagy törvényrészekben így is szerepel, tehát sokkal inkább ugye a készhez vételtől kell ezeket számítani. Aztán nem vitatjuk azt, hogy a magyar mikro, kis és középvállalkozókat helyzetbe kell hozni. Nem vitatjuk azt, hogy munkahelyeket kell teremteni, ugyanakkor továbbra is meghagyják a kettősséget az építési beruházások közbeszerzési eljárásainak szabályozását. Jó részt kormányrendeletben helyezik el, nem emelik be törvényi szintre, egy óriási lehetőséget ismét kihagynak, hogy egy egységes szabályanyag alakuljon ki. Teljesen nonsens. És elképesztő, hogy 150 millió forint emelik ezt a határt, az eddigi 80 vagy 90 millió forintos értékhatár bőven megfelelt ennek, és nem véletlenül a verseny tisztaságának jegyében javasoltuk, hogy ilyen esetben nem három, hanem legalább öt ajánlattevőnek küldjék ki, vagy öt ajánlattevő szerepeljen a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban, hiszen így lényegesen csökkenthető a korrupció veszélye. Vagy például az a kiváló, egyébként valóban fontos javaslat, amely a nemzeti protekcionizmus szolgálja oly módon, hogy az építési beruházások és építési koncesziók esetében 500 millió forint értékhatárig fönn lehet tartani azoknak az ajánlatkérőknek a közbeszerzés eljárást, akiknek a nettó 1 milliárd forintot nem haladja meg az éves árbevétele. Ez valóban a kisebb vállalkozásokat hozná a helyzetbe, de sokkal egyszerűbb lenne, pontosan azért ne kelljen esetleg évente vagy két évente hozzányúlni a szabályanyaghoz, hogyha ezt nem egy konkrét összeghatárban, hanem az általunk javasolt módon a mindenkori uniós értékhatár felében jelölnénk meg. És hát ami végképp beteszi az ajtót és megadja a kegyelemdöfést ennek az egész összetákó törvényjavaslatnak, az nem más, mint az önálló eljárási szabályok kialakításának lehetősége. Átestünk a ló túlsó oldalára. A jelenlegi közbeszerzési törvény valóban tarthatatlan, toldozott-foldozott formáját nincs értelme továbbvinni, tényleg egy új törvényt kell alkotni, de hát nem így. Önök a szabadságot ismételten összekeverik a szabadossággal, és hát egyébként egy alapvetően kogens jellegű szabályozást ilyen módon felborítani, mely szerint meghatározott körülmények között az ajánlatkérők önállóan alakíthatják a szabályokat a nemzeti eljárási renden belül, ez valami egészen döbbenetes, ez megjegyzem alapelvi szint is érelmek sorozatát fogja előidézni, és egyébként számos jogalkalmazási, jogorvoslati problémát fog felvetni, hiszen gyakorlatilag önök teljesen úgymond szétereztik a ménest, és úgy gondolják, hogy semmi gond nincs azzal, hogy az ahány ház annyi szokás alapján, akkor ahány ajánlat kér annyi közbeszerzési eljárás formájában egy teljes káosz alakuljon ki, és aztán közbeszerzési döntőbizottság, meg fővárosi bíróság legyen a talpán, aki majd aztán el tud igazodni a különböző eljárási szabályok kialakítása, illetve alkalmazása között. Éppen ezért mondtuk azt, hogy vagy célszerű lenne ezt az egész törvényjavaslatot ilyen összetákolt fércmunka mi voltában visszavonni, vagy pedig valóban egy alapos átdolgozására lenne szükség, amely nyilvánvalóan a rendkívül ülésszak már nem biztosít megfelelő időkeretet. Éppen ezért vagy a törvényjavaslat visszavonását kérjük, különös tekintettel a törvényjavaslatnak ezekre a teljesen átgondolatlan bocsánat részeire, vagy pedig halasszuk el ennek a vitáját az őszi ülésszak kezdetére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kívánna még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, a részletes vita egy szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Az ajánlás 361-től a 399-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni? Megadom a szót Göndör István képviselő úrnak, Magyar Szocialista Párt. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Elsőként a 370-es számú ajánlási pontról szeretnék beszélni, amelyet Ipkovics György képviselőtársammal adtunk be. Valójában arra vonatkozik, és
Ez is egy olyan pont, amit az előbb Apáthy képviselő úr elmondott, hogy számos esetben olyan pongyala megfogalmazást tartalmaz a törvényjavaslat, hogy itt mi megfordítanánk azt a rendszert, hogy hogyan lehet a szerződéskötést megtiltani. Milyen esetekben lehet ezt megtiltani? Sajnálom, hogy a bizottságban egyharmados támogatást sem kapott. És hogy ne kelljen még egyszer szólnom, a 376-os számú indítvány, amely megint csak Sejrin Gábor és Siffer András képviselő úrak javaslata. Az előző hozzászólásában a képviselő úr már érintette, hogy nem szerencsés, és ebben a vonatkozásban állítom, hogy a most hatályos törvény sokkal jobb. Tehát az országgyűlés alá rendelése ennek a hatóságnak, ez egy természetes és elvárható dolog lenne, és ugyanúgy, mint az előbbi törvényben, ez nem csak felveti a gondolatot, hanem megoldást is kínál rá, hogy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Azt gondolom, hogy fontos lehet. Nem akarok most más törvényt ide citálni, ahol az országgyűlésnek adtak megfelelő jogosítványt, de ugyanakkor, ha most az állami számvevőszékről szóló törvényre gondolok, akkor meg azt mondom, hogy egyenes folyamánya az, hogy hogyan negligálja a kormány az ország.